Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Gyakorlatilag a Mandzsáróról lesz megint szó, a frissítésről, ahogy praktikusan el lehet végezni a frissítést. A Mandzsáró jelenleg nekem a főrendszerem, nagyon megkedveltem, és nagyon jónak tartom arra, hogy egy bizonyos stabilitást adjon egy árcs alapra. Azaz nem naponta kell frissíteni, hanem ők egy picit várnak, 2, 3, 4, 5 hetet, és egybe kapjuk meg a frissítéseket. Azaz 3, 4, 5, akárhány hetente megérkezik az adott frissítés, akkor frissíteni lehet. Ez miért jó nekem? Azért, mert van lehetőség kicsit kivárni. Tehát a ciklikus frissítésnél nyugodtan várhatok 2-3 napot, megnézve azt, hogy a fórumon mi a hiba, találtak-e benne olyan hibát, amit javítani lehet, találtak-e benne olyan hibát, ami érint engem. Azaz, egy picit kivárok, érdemes ezt az 1-2 napot rászánni arra, hogy vár az ember, nem rögvest azonnal felfrissíteni a rendszert. Nem feltétlenül kell azonnal nekiugorni egy frissítésnek, hiszen hogyha ma délbe kijön egy frissítés, az nem azt jelenti, hogy egy órakor fel kell tenni, mert vége a világnak, ha nem teszed föl, hiszen délelőtt vagy reggel az a rendszer, amit használtál, ugyanolyan jó, mint ami délután ugyanúgy működik frissítés nélkül, hiszen annak működni illik. Azaz, ha van megoldás, akkor azt követjük a hibák javítására, ha nem találnak olyan hibát, ami bennünket érint, akkor természetesen nem okoz ez gondot. Általában nem szokott probléma lenni a frissítésekkel, de én azt mondom, ezt az 1 vagy 2 napot rászánom. Hogyan készítsük elő a frissítésünket? A technikai dolgokat elmondom, majd be is fogom mutatni. Első gondolat az, hogy a tükrök keresése, tehát a tükörszerverek, a repok keresése, felfrissítése. Én nyilvánvalóan azt szeretném, hogy a leggyorsabbat, legfrissebbet legyen szíves a rendszer használni. Ezt ő meg fogja tenni nekem egy parancsra, azaz a leggyorsabb repokat beírja a megfelelő állományba, és gyorsan tudok frissíteni. Általában 1-2 napos várakozás után nincs olyan probléma, hogy az egyik még nem elég friss, tehát arra már mindegyik repo felfrissül, minden fizikailag elhelyezett szerver fel fog frissülni, de hogyha rögtön nekiugrasz annak, hogy frissíteni akarsz, előfordulhat, hogy már ki van írva a honlapjukon, hogy megvan a frissítés, és már sokan frissítésről beszélnek, de az a repo, ami éppen nálad van, be van állítva, az még nem frissült fel. 1-2 nap után ez már nem jelent gondot. A következő dolog, amikor már legfrissebb az én általam használt repo, akkor a rendszer, a saját rendszer adatbázisomat fel kell frissíteni. Az adatbázist fel kell frissíteni. Utána majd a kulcsokat, a hitelesítő kulcsokat is felfrissítjük. Ez fontos sorrend, nyilvánvalóan, hogyha az adatbázis nincs felfrissítve, akkor még a régi kulcsok, esetlegesen már megszűnt, vagy új kulcs bekerülhet, ilyen hitelesítő kulcs a rendszerbe, azokat még nem kapjuk meg. Azaz, ezt a kulcsfrissítést nem kötelező megcsinálni, gyakorlatilag nagyon ritka, amikor a kulcsok változnak, de nagyon bosszantó az, amikor ráengedek egy frissítés, és utána félúton azt mondja, hogy XYZ, akármilyen programnak a kulcsa hitelesítése nem megfelelő, és aztán én mit csináljak? Gyakorlatilag ezért szoktam egy kulcsfrissítést automatikusan bedobni, nem csak Mandzsáró alatt, hanem akár Arch rendszer alatt is folyamatosan frissítem a kulcsokat, nem szeretem azt, hogyha véletlenül nem frissülnek elméletileg. Hozzáteszem, elméletileg automatikusan is megoldható ez a dolog, de én úgy gondolom, hogy a kézzel felfrissítem, látom, hogy minden oké, és utána léphetek tovább. Utána jön természetesen a rendszer frissítése. Ahogy látni fogjátok, és szerintem egy nagyon jó elgondolás az, hogy én nem appamacsot használom, grafikus felhasználói programot a frissítése, ott is meg lehet 2-3 kattintással, egy kattintással, akárhány kattintással a frissítést megcsinálni, de nekem az a tapasztalatom, hogy bizony kényelmesebb és sokszor jobb is az, hogyha pár parancsot megjegyzek, felírok magamnak, és utána kézzel, azaz terminálba frissítek. Illetve, ami nagyon fontos, nem az Aur Helpert használom a frissítése, akár a jajt, akár pedig a parut használod, ne azt használd. Itt most, ebbe a pillanatban nem ezt használjuk.
De utána, amikor a rendszer felfrissült, és úgy látszik, hogy nagyjából működik is, akkor az AUR csomagokat fel kell frissíteni. Hogyha van frissítés, jobb, ha megérkeznek. Én ezt egyszerre szoktam megcsinálni, azaz az AUR csomagokat sem frissítem naponta, óránként vagy ennél gyakrabban, amikor megjön a frissítése a Manjaro-nak, akkor felfrissítem a csomagokat. Ez alól általában csak akkor van kivétel, amikor valami nagyon-nagyon-nagyon fontos frissítést meg kellene csinálni, vagy olyan a frissítés lehetősége, hogy valamilyen konfigurációs állományt kell frissíteni. Például a Maboxnál van olyan, hogy bizonyos panelokat frissít a srác, akkor azokat felfrissítem, de a többivel nem szoktam törődni. Miért? Mert naponta, hetente nem akarok én frissítgetni. Jó ez a 2-3-4-5 hetes ciklus, amit a Manjaro ad, ilyenkor minden felfrissül, és akkor nincs egyéb gondom. Ami fontos, bár ez nem a rendszer frissítéshez tartozik, érdemes a többi csomagformátumokat is frissíteni. A Flatpakot, Apimage, PIP3, akármilyen egyéb telepítő rendszerrel felrakott csomagokat ilyenkor én ciklikusan felfrissítem, és akkor azok is a legfrissebbek. Ez nem a rendszerhez tartozó gondolat természetesen, hanem programfrissítésekről beszélünk, de azért jobb, hogyha az ember valamihez köti, mert elfelejti ezeknek a frissítését, és akkor az új funkciók, vagy a biztonsági frissítések az adott csomagba nem érkeznek meg. Én ezeket ilyenkor megteszem. Logikus kérdés, hogy miért nem a Paruval frissítek, tehát a AUR helperemmel, vagy miért nem grafikus felületen frissítem fel ezeket a programokat? Azért, mert általában azt szokták javasolni, hogy ilyen rendszerfrissítést, ilyen nagy rendszerfrissítést, hiszen 2-3-4-5 hete nem volt a rendszered frissítve, ilyen nagy rendszerfrissítést jobb lenne, hogyha terminálból csinálnád meg, hogy ebben mi a valóság, és miért ezt mondják, azt én bevallom, kitapasztaltam. Igen, vannak grafikus frissítő dolgok, van a Manjaro-nak például a grafikus állománykezelője, illetve csomagkezelője, így pontosabb, de én megszoktam azt, hogy annak a hibái miatt többet szívtam, mint amennyi kényelmi funkciót ad egy-egy grafikus dolog, sokkal jobban átlátható és értelmezhető a terminálos visszajelzések, sokkal kényelmesebb, ahogy látni fogjátok, gyakorlatilag 4-5 sor, amit be kell írni, gyakorlatilag az is megoldható, hogy egy mini scriptet készítesz rá, azaz nincs szükség nekünk arra, hogy grafikus felületen frissítsünk. A grafikus megoldások nem mindig működnek jól. Sajnos azt tapasztalom, hogy esetek egy részében a grafikus megoldások, grafikus csomagkezelők nem úgy működnek, ahogy azt szeretnénk. Gyakorlatilag én kivettem az életemből azt, hogy grafikus felületen frissítsek. Ami fontos, hogy a Manjaro nem kedveli, nem támogatja az AUR dolgokat, ezért értelemszerűen egy AUR helperrel nem frissítjük az egész rendszert. Működne, természetesen működne, de én szeretem különválasztani a hivatalos disztribúcióba kapott csomagok frissítése és az AUR-ban lévő csomagok frissítését. Előfordulhat, hogy az egyik lefut, tehát a rendszer frissítés minden probléma nélkül lefut, és utána az AUR csomaggal van valami probléma. Én nem akarok akkor barkácsolni, akközben barkácsolni egy AUR csomaggal, amíg a rendszer éppen frissül. Hagyjuk meg azt a ciklust, hogy felfrissül a rendszer, és utána az AUR csomagokat lehet frissíteni. Természetesen nem kötelező, de én azt mondom, hogy praktikussági okok miatt én így csinálom. Illetve bemutatom, hogy hogyan csinálom, de ténylegesen nem így szoktam csinálni, de azt, ahogy én csinálom, azt nem tudom bemutatni. Na jó, bonyolultan elmondtam, gyakorlatilag a grafikus felületen i3 alatt be fogom mutatni, hogyan lehet frissíteni egy terminál emulátorba, de én nem így csinálom. Én leállítom a gépet, újraindítom a gépet, megfelelő mentések után természetesen, hiszen az adatmentés az nagyon fontos, arra nem akarok kitérni, egy nagyobb frissítés előtt adatmenteni érdemes, ha valaki nem ment adatokat és elveszik, általában nem szokott, de jobb, ha nem csinálunk ilyet, általában nem szokott elveszni, de ha elveszik, akkor sírhat, és keresgetheti a megoldásokat. Én szeretem az adataimat külön tudni, és azzal nincs gond. Na hát,
elindítom újra a gépet, és nem lépek be grafikus felületre, hanem nyitok egy terminált, átlépek terminálba, ott root-ként, tehát emelt jogú felhasználóként bejelentkezek, és onnan készítem el ezt a 4-5 soros frissítést, tehát a grafikus felület nélkül használom a frissítést, ilyenkor általában alapvetően nincs ezzel gond, hogy grafikus felületen mondjuk az adott KDE, GNOME meg egyéb alól frissítést. Nincs vele gond, de én azt szeretem, hogy amikor terminálba vagyok, Natur terminálba, akkor ezeket beütögetem, gyorsan meg tudom oldani a helyzetet, és utána visszalépek újraindítás után, hiszen sokszor kernel meg egyéb frissítések elvárják az újraindítást, újraindítás után természetesen már minden működni fog. Azaz a legtisztább az, amikor egy terminálból frissítjük fel a rendszerünket egy nagyobb frissítésnél, mert akkor semmi olyasmivel nem ütközik, hogy az adott grafikus felület, az ablakkezelő és egyéb valami fájt magának tart, nem enged frissíteni, írásvédetté teszi. Tehát vannak ilyen problémák, lehetnek ilyen problémák, persze a rendszer megoldja, de jobb, hogyha nincs arra szükség. Így jobban kézben tartható a frissítés a véleményem szerint, mert ha ezt a ciklust megszokod, gyakorlatilag be is skriptesítheted a dolgot, akkor csak a skriptet elindítod, és automatikusan elvégzi a feladatát a rendszer, de mellette természetesen figyeljük a kiírásokat, hiszen akármilyen kisebb vagy nagyobb problémát a rendszer folyamatosan kijelez, ezeket érdemes megnézni, hogy valóban probléma, vagy éppen csak valami kis aprócska kis nyüge van a rendszerünknek. Hát az első lépést tegyük meg, nézzük is meg, hogy az adott környezetben, az adott frissítésnél milyen problémák fordultak elő a Manjaro-nál. Ahogy én néztem, gyakorlatilag olyasmi nem fordult elő, ami engem érint, de azért rá kellene nézni ezekre is. Oké, első gondolat az, hogy felmegyünk a Manjaro fórumra, be van állítva a fordítás, tehát ez értelemszerűen nem magyar, de én szeretem a fordítót bekapcsolni, és akkor mindent nagyjából megértek. Amit nem értek meg, az se a nyelvi probléma miatt legyen, hanem az én tudásom miatt. Első gondolat az, hogy nem technikai kérdések nem érdekelnek bennünket, közleményekhez. Oda megyünk és a stabil frissítésre rábökünk. Stabil frissítés első hó 24-én történt meg, reggeli órákban megtörtént a frissítés kiadása, értesültünk róla, természetesen az ember időnként ránéz, főleg akkor, amikor pont egy hónappal ezelőtt karácsonykor volt frissítés, már egy hete azért nagyon-nagyon izgatott, hogy mikor lesz, hogyan lesz, meg egyéb. Rákattintunk és megnézzük azokat a dolgokat, amiket kiír. Első gondolatunk az, hogy mindenki megnézheti, hogy milyen frissítések történtek, ami téged érint, a mezára térek ki, természetesen frissítés után megint le kell fordítani megfelelő paraméterek mentén a mezarendszert, mert a Manjaro és a többi fizetős vagy céges háttérrel rendelkező rendszer már azt mondja, hogy a mezából letiltotta azokat a kódekeket, dekódoló eszközöket, lejátszó eszközöket, amelyek ilyen jogilag nem teljesen egyértelmű, hogy most szabad bent lenni vagy nem, jogvédett vagy nem, bent lehet vagy nem. Egy régebbi videóban foglalkoztam vele, gyakorlatilag ez 3-4 sor, amit a terminálba be kell irogatni, egy adott fájt át kell szerkeszteni, egy sort beilleszteni, ennyire bonyolult, és utána a meza megint úgy működik, ahogy kell, bent vannak a kódekek. Oké, a többit meg lehet nézni, hogy mit, hogyan és egyéb frissítettek, ami érdekel, olvasd el a többi, igazán engem nem érint, megmondom őszintén, hogyha én választok egy disztribúciót, akkor a disztribútorba megbízok. Miért választom azt a disztribúciót? Azért választom azt a disztribúciót, mert abba megbízok. Ha minden frissítésnél azt böngészném, hogy mit változtattak, és miért változtatták meg a LibreOffice 7.4.4-re a verziót, akkor az időm azzal menne el, hogy olyant nézegetnék, olyat ellenőriznék, amihez igazából sem tudásom, sem érdeklődésem nincs, tehát elfogadom, hogy őket frissítették. Nem tartok vissza alapesetben semmilyen csomagot, nagyon-nagyon-nagyon okkal és móddal tart vissza az ember frissítéstől egy csomagot, igazából óvatosan kell ezzel bánni.
mert gondokat okozhat a rendszeredbe. Oké, a következő gondolat megnézte elméletileg mindenki, hogy a frissítés megfelele neki, megnézi azt, és ez fontos, hogy az a kernel, ami neki van, amivel ő dolgozik, az frissítésre kerül-e, támogatott-e még. Értelemszerűen nem hetente, havonta, fél évente változnak a támogatott kerneleknek a sorszáma, de hogyha hosszabb ideje kernelt nem frissítettél, nem változtattad újabb verziószámra azt a kernelt, akkor természetesen kifuthat az életciklusából. Értelemszerűen megnézi az ember, nekem ilyen problémám nincs, én olyan kerneleket szoktam használni, egy kernel installálására, illetve eltávolítására is lesz példa. Gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy mindenki ismeri, hogy milyen verziószámú kernelt használ. Én a Hosszana támogatottat, legalább egyet vagy kettőt beszoktam aktivizálni, telepíteni. Miért? Mert biztosan, hogy biztos Hosszan támogatott kernel az nem hetente változik, az Hosszan támogatják, és nincs vele semmi probléma általában. Oké, megnézhetjük, hogy milyen változások történtek, milyen változás történt 2382 darab új, és 2286 eltávolított csomagban. Ez nem azt jelenti, hogy 2383 darab új csomagprogram került be, hanem új az, ami új verziót kap, illetve az eltávolított, az előző verziószámmal rendelkező csomag. Tehát itt igazából változtatás, igazándi nagy nem, majdnem egy százas új csomag darab szám érkezett meg, a többi csak a frissítés miatt változott ilyen nagy számba. Ennyi új lett, meg annyi eltávolított fenét, csak a verziószám változott, tehát a régit kitették, az újat betették, ennyi, semmi olyasmi nincs, hogy most aztán havonta 2000-3000 darab új program kerül bele. Természetes, ami fontos, az eredmények megjelenítése, itt van szavazás, a szavazásnak mi a lényege? Mindenki szavazhat arra, hogy bizony semmi gondom nem volt, 88%-nak semmi gond nem volt, 7, illetve 5, azaz 12%-ban volt olyan, ami relatív kevés, tehát ez a 80-90%-os elégedettségi ráta nagyon megszokott a Mancsárónál, van, amelyik 80%-ban mondják, hogy semmi gond nem volt, van, amelyiknél ez egy kicsit magasabb, a frissítéseknél utólag is megnézheted. Ez azt jelenti, hogy az emberek nagy részének, nagyon a nagy részének, hiszen senki nem szokta elmondani, hogy oké, lefrissült a rendszer, kész, kalap, kabát, el is felejtettem, hogy 10 perccel ezelőtt ezt csinálta. Nem jön ide minden ember beírni, hogy önnek is sikerült, de az, hogyha problémája van, kisebb vagy nagyobb problémája, akkor azt jelezni szokták, hiszen itt talál, itt kaphat olyan választ a készítőtől, amivel meg tudja oldani a problémát. Oké, ez nekem megfelel, én olyan 150. Nem százalék, hanem 150 szavazóig nem szoktam megnézni. Ha megvan ez a 150 szavazat, akkor ránézek, az már egy megfelelő mennyiség, a szokásosnak körülbelül a fele. Ott már kiderül, hogy nagyon-nagyon rossz az a frissítés, és várni kell vele, vagy pedig kiderül, hogy nagyjából megszokott minőségű a frissítés. Oké. Ami lényeg, itt meg tudod nézni a tükör ellenőrző szolgáltatást, tehát a repóknak az állapotját, természetesen 2 nappal ezelőtti kiadott dolgok már minden repóba belekerültek, nincs vele semmi gond, majd lefele lapozgatsz és elolvasod azokat a hozzászólásokat, amit téged érint. Engem ez éppen nem érint, 6.0.19, nem érint, nem is olvasom el, mert nem érint, mert nem használok olyan kernelt, nem azt a verziószámot használom, akármit írtak rá, nem érdekel, nem használom. Végignézze az ember azt, hogy bizony milyen tippeket adnak, mi nem működött másnak, és utána eldönti, várok, amíg a problémák megoldódnak, esetlegesen előfordulhat az, hogy ide bekerülnek a problémára megoldások, általában beszoktak kerülni, és utána, hogyha már minden probléma megoldódott, lehet kezelni, akkor el lehet kezdeni a rendszerünknek a felfrissítését. Ennyi. Hát nézzük is meg a technikai dolgokat. Beszéltem egy jó 20 percet arról, hogy érdemes terminálba frissíteni, és megnézni előtte, hogy mi történt, de ez nagyon fontos, előtte tájékozódjunk. Más rendszernél is hasonlóképpen kell eljárni. Ez nem a Manjaro-nak a trükkje, típje,
hanem ez egyszerűen egy óvatossági dolog, hogy én megnézem azt, hogy bizony az a frissítés működik, vagy nem. Egy rolling rendszernél előfordulhatnak hibák, elég sokat kiszűrnek az ácshoz képest, önmagában az ácsba sincs rengeteg hiba, és a Manjaro egy csomót kiszűr, azaz vélhetően viszonylag kevés frissítési hibánk lesz. Igen, 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 tudom, hogyha visszamentek és ott látjátok, hogy van a frissítés mellé beírva 200 bejegyzés, az ijesztőnek tűnhet, ennyi hiba van a frissítésben. Igen, de ez egy hónapos frissítés, ez egy kéthetes frissítés. Itt azért mindenkinek van olyan problémás hardvere, problémás szoftvere, problémás beállítása, amivel előfordulhatnak hibák. Tehát nem azt jelenti, hogy ennyi hű mindenkit érintő hiba kerül elő, hanem gyakorlatilag a meglévő hibákat hamar javítják, de legalább itt tájékozódhatunk arról, hogy a frissítéssel kapcsolatban milyen hibák fordulnak elő. Nézzük is meg a technikai dolgokat. Ahogy megbeszéltük, az első gondolat az, hogy lekérdezzük a gyors és éppen a legideálisabb repókat, azaz tükröket. Sudo, Pacman, kötőjel Mirrors, kötőjel F. Ennyi az egész. Igen, ez nem a reflektor, amit egyszer már bemutattam, hanem egy újabb, viszonylag újabb megoldás. El is indítom, bekéri a jelszavamat, megadom természetesen, és utána dolgozik. Az, hogy mennyit dolgozik, milyen hosszan dolgozik, az attól függ, milyen gyors az interneten, meg a válasz. Tehát megnézi az összes repót, ami elérhető, és utána valamilyen sorrendet összeállít. Nyilvánvalóan egy pillanat múlva, majd hogyha ez lefut, megnézzük azt is, hogy hogyan lehet ezt egy kicsit konfigurálni, illetve rámutatok, hogy van helpje ilyen szinten, hiszen megadhatod, hogy melyik ország érdekel téged, melyik terület érdekel téged, és mi szerint rendezgesse be ezeket a repokat. Én azt hiszem, a legegyszerűbb a gyorsaság szerint berendezni. Ha vársz pár napot a frissítés megjelenés után, az összes repo le fog frissülni, ezzel problémád nem lesz, így igazából csak a gyorsaság érdekel téged. Miért a gyorsaság? Mert minél gyorsabb a repo, ami küldi az adatokat, annál nagyobb sávszélességgel tudod letöltögetni, ha neked van az adatokat, hiszen nem az a kedvenc játékunk, hogy nézegessük azokat a megoldásokat, hogy hogyan jönnek le a csomagok szépen, hiszen elég nagy csomagok is elők szoktak kerülni. Miután lefutott, igazából más teendőnk nincs, gyorsan megmutatom a helpjét, hogy csak úgy lássuk, hogy van beállítási lehetőség, látható, be tudod állítani különböző gondolatok szerint, ország szerint, gyorsaság, na hát ez az, ami engem érdekel, az IP szerint, meg kontinens szerint, gyakorlatilag szerintem ennél egyszerűbb dolog nincs a világon, hogy eldöntöd, hogy mi a fontos neked. Nekem a gyorsság volt. A következő lépés a repok lefrissítése. Sudo pacman kötőjel nagy S, YY, az U az később következik, mert gyakorlatilag most a repo adatbázisomat fogom lefrissíteni. El is indult, le is futott, ennyi. Gyakorlatilag ennyi a letöltés, villámgyorsan lejönnek pár megás állományok, pár kilobajtos állományok. Igazából hamar legörögnek, már friss a rendszerünk. A következő lépés, amit nem feltétlenül kell megtenni, de én szeretem megtenni, felfrissítjük a hitelesítő kódokat, elindítom a hitelesítő kód frissítését, aminek a parancsa sudo pacman kötőjel key, tehát kulcs kötőjel kötőjel refresh kötőjel kész, tehát elvégzi ezeket a frissítéseket. Nem feltétlenül kell ezt megcsinálni, én szeretem. Miért? Én berakom, miért? Mert ez a pár perc, amíg ezt megcsinálja, ér nekem annyit, hogy a legfrissebb kulcsok legyenek, ha közben változtak a kulcsok, kikerült egy-egy kulcs, egy hitelesítő kulcs egy emberé, vagy bekerült, akkor legyen szíves lefrissíteni, nehogy félúton kezdjen el nekem sipákolni a rendszer, hogy ez a kulcs nem hiteles, ehhez nem talál kulcsot. Persze önmaga is meg szokta csinálni, nem jelent gondot. És utána az Arch Linuxhoz és a Manjarohoz tartozó kulcsok frissítése is meg fog történni. Ahogy látni, kérje, hogy ő a bizalmi adatbázist 4. hó 21-én szeretné legközelebb ellenőrizni,
ez gyakorlatilag 3 hónap múlva, körülbelül 3 hónap múlva lenne, lehet látni, hogy nem naponta kell ezt ellenőrizgetni. Egy táblatörlés után beírjuk a következő parancsot, a Arch és a Manjaro-nak a bizalmi adatkulcsait lekérdezzük, bekéri a jelszavamat megint, az azt jelenti, hogy beírom, és aztán hát bizony kulcsok hozzáfűzése akár honnét le fog futni. Ennyi. Gyakorlatilag nem várható az, hogy itt heteken keresztül újabb kulcsokat fog hozzáadni, nem változik olyan gyorsan, de kellemetlen az, hogyha menet közben kulcsok miatt sipákol a rendszer, én ezt szeretem megcsinálni. A következő lépés természetesen a frissítés lesz, elindítom a frissítést a szokott parancsal pacman, kötőjel SYU. Lefut, látható, hogy elég nagy mennyiség le fog jönni, elég nagy adag lesz, tehát a 2-3-4 hetes adag egybeérkezik. Nem kell megijedni, simán leszokott futni a frissítésünk, a letöltés időbe kerül, a leggyorsabb repok vannak bekötve, hiszen lekérdeztük őket, a kulcsokkal, a hitelesítéssel valószínű nem lesz semmi problémánk, a többi meg, hogy úgy mondjam, a többi megalakul. Értelemszerűen látható, hogy kernelek, egyebek is vannak, amiket frissíteni akarok, illetve frissít a rendszer, mert telepítve vannak, nem kis adagok, majd lejönnek, várni kell. Látható, hogy 339 tételt fogunk letölteni, frissíteni. Az, hogy mennyi töltődik le, mennyi lesz a frissítés, egyéb az nem annyira izgalmatos számunkra, mert darab, ha 125.712 jönne le, az se érdekelne. Az a lényeg, hogy a rendszerre rászoktam hagyni ezeket a dolgokat, nem nyúlok bele. Akkor nyúlok bele egy frissítési folyamatba, tiltok le valaminek a frissítését, vagy nyúlok hozzá a frissítéshez, amikor arra szükség van. Tehát nagyon-nagyon kemény oknak kell lenni, hogy ne bízzak meg a frissítésbe. Nagyon kényelmetlen dolog lenne az, hogy én felülbírálom a szakembereknek a dolgait, és újra kelljen telepíteni a rendszeremet. Figyeljetek rá! A legtöbb fórumon nem nagyon szeretik azt, hogyha belegányolsz a rendszerbe, és utána segítséget kérsz. Miért? Mert nyilvánvalóan akkor nyúj bele egy rendszerbe, akkor változtasd meg a megszokott dolgot, amikor ahhoz te értesz, és annak igazolható, indokolható oka van. Le is futott a letöltés, a többit megcsinálja, azokat a dolgokat, amiket szeretnénk, illetve kell természetesen, szépen le fog futni itt minden, nem kell vele semmit tenni. Arra figyeljetek, olvasmány élményeimből tudom, ennél a VLC-vel és az OBS-sel lehetnek problémák, a itt eltávolított akármi, visszamegyek ide, az itt eltávolított dolog, az okozhatott gondot, de jelenleg nem is érdekel, mert se OBS-t nem használok, sem pedig a VLC-t, így ez a tétel, ez a hiba, vagy ez a jelenség engem nem érint, visszamegyünk a végére, egérrel görgetek, de igazából az end gomb megnyomásával is odajutnék, dolgozik. Látható, dolgozik. A tranzakció utáni műveletek végrehajtása, hát megteszi, amit kell. Oké, itt úgy látom, hogy installálja azt, amit az előbb leszedett. Kérdés az, hogy ez megjavítja-e majd azoknak a problémáját, akiknek éppen az OBS-sel volt probléma, de gyakorlatilag, mivel nem érint, nem használom, nem is fogom kipróbálni. Én azért szeretem ezt a rendszert, mert meg tudom nézni, mivel van probléma, ha valamivel probléma van, megvárom a javítást, amik meg nem érintenek, azzal nem szoktam törődni. Gyakorlatilag le is futott a dolog. Miután lefutott a frissítés, az AUR frissítés és egyéb frissítéseket nem szeretném bemutatni, gyakorlatilag lényegtelen, maga a rendszer frissítése, ha ebbe a sorrendbe teszed meg, akkor nem fog neked problémát okozni, ha pedig probléma van, akkor megnézed, van-e javítás, illetve hogyha nincs javítás, nincsenek ötletek, hogyan lehet javítani, akkor sincs semmi probléma, az interneten rákeresel, és utána már mindenféle dolog működik. Hát ennyi volt, köszi szépen, hogy meghallgattatok, sziasztok!